Akkor kezdjük a legkisebbekkel, az első osztályosokkal, itt mindig kapható a kezdőcsomag, ugye? Igen, van nekünk egy listánk, ezt a tanítónénik állították össze, azt szerint tudjuk adni a gyerekeknek, ami szükség. Jó, hogy itt változó, mert ugye a tanítónéniktől is függ, hogy ki mit kér, mennyit kér, milyen minőséget kér, de nagyjából tudunk adni, tehát tudjuk adni azt, amire szükség. Mit tartalmaz ez a kezdőcsomag, és körülbelül mennyi az ára? Hát az ár az, mit mondjak, egy olyan 60 lejtől lehet a csillagoség is, tehát attól függ, hogy milyen minőséget, mennyit vesznek. Ugye van, aki csak annyit vesz, ami éppen a kezdésre elég, van, aki úgy veszi meg, hogy későbbiekben is, hogyha, mit tudom, egy füzet betelik, vagy valami, akkor legyen. Ez attól függ, olyan 60 lejtő, 100 lejik. Ezt így merem mondani, táskán kívül persze. Mi van ebben a csomagban? Tehát füzetek? Hát a füzetek vannak, a színes ceruza, a gyurma, a színes lapok, a zolló, a ceruza, a radír, a hegyző, tehát minden, én azt merem mondani, hogy ami kell, az megvan. Van ugye olcsóbb kategória, drágább kategória, ki milyen szeret. Általában mi jellemző az udvarhelyi vásárlókra, hogy a drágábbat, a középkategóriát, vagy az olcsót választják? Hát a nagy átlag inkább a közép, tehát én azt merem mondani. Vannak persze, akik ugye szeretik a drágábbat, a minőséget, de általában a közép, az olcsót nem annyira, tehát nem annyira jellemző, vagy legalábbis ide olyan vevők nem igazán járnak. És a táskákból, mert itt van iskolatáska, és azt is meg lehet vásárolni. Hát azt merem mondani, olyan 50-52 lejtő, olyan is van, amelyik 100-on fölül van, sőt, olyan is van, ami 200 lej, viszont abban már van toltartó, és van sportzsák, tehát ami 200 lej fölött van. Milyenek a trendi táskák, melyik a menő, milyen áruk? Hát ugye vannak ezek, amelyiknek ilyen kiképzett háta van, ugye azok eleve drágábbak. Tehát mondjuk ezeket merjük is mondani, hogy tehát kisebb gyereknek mindenképp ajánlott, és tényleg olyan minőség, hogy merjük vállalni azt, hogy a 4 évet ki tudja járni vele. Tehát nagyon ritka eset volt rá, hogy esetleg tehát reklamáció vagy ilyesmi történt. Tehát nagyon jók a minőségek. És akkor ezek olyan 100, én is meg kell lássam, olyan 179 lejtő főfele vannak, olyan is van, ami 200 lej fölött van, abban viszont már van toltartó és van sportzsák. Tehát ugye eleve egy toltartó is ott van, hogy ami be van töltve, az olyan 30-40 lej. És akkor ugye ez már eleve benne van a táskában. Vannak ilyen mintás borítóink, ugyancsak ilyen mesefilm, rajzfilm figurák vannak rajta, kisebb gyerekek szeretik erősen, nagyon jó minőség amúgy, tehát merem mondani, hogy bárkinek merem ajánlani, mert ki van próbálva. Az idén mennyibe kerül például egy 5. osztályosnak, aki új táskát szeretne vásárolni, új füzetborítókat, körülbelül mennyi pénzt szánjon erre a szülő? Hát, mit is mondjak én? Hát ugye egy táska 50-60 lej, ugye az már egy jó összeg, még ha füzet is kell, tehát hogyha teljesen mindent meg akar venni, egy olyan 200 lej kell. Mondjad a nevedet. Ágoston Lili Fanni. Melyik iskolába jár? Pálló Imre Művészeti Szakközépiskola. És hányadik osztályban mész? Másodikban. És most miért jöttetek be anyuval a boltba? Mit vásárol? Tanszereket. Mit? Füzetet, ceruzákat és radírt. Iskolatáska már van? Igen. Akkor abból most nem választasz újat? Nem lesz új iskola? Nem. Te választottad a ceruzát? Igen. Ilyet kérnek az iskolába? Igen. Ilyen volt a tavaly is. Színes és vastag. És várod, hogy kezdődjön az iskola? Igen.